olyan neveket említ, olyanokról beszél, akik nemcsak, hogy nincsenek vád alatt, hanem még jelen sincsenek. Fivérem halála előtt néhány nappal írt egy beadványt. Ez a beadvány tartalmazza a bizonyítékokat Krupp és Baredzi ellen. Sőt, mi több, azoknak a politikusoknak a nevét is, akik támogatják ezt a bandát. A tanút ki kell vezetni! Miért nem csinálnak valamit? Mit gondolnak, miért fizetem az ügyvédet? Csöndet, csöndet kérek a teremben! Az előzetes vizsgálaton nem említette a beadványt. Hol van ez a beadvány? Három nappal a fivérem meggyilkolása után elküldtem a területi bíróságra. Hozzánk semmiféle beadványt nem továbbítottak. Hogyan küldte el? Természetesen postán. Névtelenül, igaz? Igen, igaz. Mert féltettem magamat és a családomat. Nem írtam alá a nevemet, de kaptam átvételi igazolást. Tisztelt bíró úr, csak időpocsékolás egy olyan iratról beszélni, ami nem is létezik. Holmi névtelen levelek. Ennek az egésznek szenzációkeltés a célja. Azt az iratot igenis elküldtem. Persze, névtelenül. Azt állítja, hogy hazudok? Miután három hétig nem kaptam semmiféle választ, írtam egy hivatalos levelet. Na igen, fogadok, hogy névtelenül. Nem! Téved, aláírtam a nevemet. Elküldtem a parlament maffia ellenes bizottságához. Kifejtettem a beadvány fontosságát. Levelem hatására a bizottság haladéktalanul vizsgálatot indított az ügyben. Szenátor úr, szeretném megköszönni, hogy ide fáradt és segítségünkre lesz. Kötelességem, bíró úr. Mint a maffia ellenes bizottság elnöke, feladatomnak tekintem, hogy megosszam a nyilvánossággal mindazt, aminek birtokában vagyunk a maffia működését illetően. Szenátor úr, tudna valami felvilágosítást adni néhai Giuseppe szállami polgármester beadványáról? Igen. Kivizsgáltuk a beadvány eltűnésének minden részletét. Elmondaná, milyen eredményre jutottak? Bizonyos, hogy egy felbélyegzett boríték érkezett a bíróságra. A dátum teljesen egybevág a regisztrált átvételi nyugtával. Minden a szokásos eljárás szerint ment. Folytassa, kérem. A levélnek azonnal nyoma veszett. A vizsgálat nem derítette ki, hogy kit terhel a felelősség? A teljes személyzetre kiterjedt a vizsgálat a bíróságon. Az összes irattári dolgozóra, még a rendőrbíróra és alfopácsó bíróra. Számtalan névtelen levelet küldenek a bíróságra. Nem múlik el nap, hogy ne kapnánk beadványokat, bejelentéseket, tucatszám. Bevallom, ezeket a küldeményeket fenntartással fogadjuk. Jó részben ezek a névtelen levelek panamázásokról és politikusok összejátszásáról számolnak be minden szinten. Előfordult már, hogy magát a pápát is bevádolták. Csak hogy ez a levél abban különbözik a többitől, hogy egy olyan polgármester írta, akit megölt a maffia. Önök, kedves barátaim, a becsületet képviselik. De félek, néha ez nem elegendő, hogy az igazság érvényesüljön. Önöknek is bizonyítaniuk kell. Bizonyítékkal az a bizonyos beadvány szolgál. Itt is van egy aféle bizonyítékot tartalmazó beadvány. Mi az? Egy névtelen levél. Igen súlyos vádak vannak benne önök ellen. Folyamatosan elkövetett korrupció a maffia ellenes vizsgálatokban, az alapítványok hűtlen kezelése. Láthatják, ha minden levelet komolyan vennék, ami eljut ebbe az irodába. Félek, önöket is le kéne tartóztatni. De hát, ez szemenszedett hazugság. Hát persze, de így a maguk híres beadványa fabatkát sem ér. Szállami professzor.